Sziasztok, Kömke vagyok. Egy kádárkockát néztem meg, ami vályokból van, betonalappal. Tehát egy kicsit a kádárkockához képest is egy ilyen speciálisabb épület. Ez egy 10x10-es épület, egy kis L alakú nyúlvánnyal. Illetve ami fontos tudnivaló róla, hogy az L alaknál ott van egy szélesebb, egy jó 2 méter szélességű tornác, amit hozzáépítettek utólag, illetve utólag ezt bevonták a beltérbe. Erről majd lesz szó, mert ez problémaként is jelentkezik. Az épület az földszintes, viszonylag magas lábazattal rendelkezik. A tornác alatti részen van egy icipici kis pince, ahová be van rakva a vegyes tüzelésű kazán, ami nagyon-nagyon régi. A fűtési rendszerünk az régi vastagcsőes, de az az igazi vastagcsőes, tehát az a jó 2 szolos átmérőjű fő gerincvezetékek vannak, és erre van rácsatlakoztatva a acél radiátoros fűtési rendszer. Ami probléma az egésszel, így fűtési rendszer szinten, az az, hogy ezek a régi rendszerek, ezek mind nyitottak. Tehát az azt jelenti, hogy van egy tágulási tartály fent a padláson, és gravitációs úton keringett benne a víz többnyire, illetve ezek a 2 szolos csövek lehetőséget adtak arra, hogy gravitációs úton keringjen benne a meleg víz, főleg ez a vegyes tüzelésű rendszer, vegyes tüzelésű kazán használata esetén érdekes. Erre rá volt csatlakoztatva régen egy régi kazán, ezt kicserélték újra. Na most ilyen esetben, amikor egy nyílt rendszerű fűtésre rá van csatlakoztatva egy új kazán, akkor ezt zártá szokták tenni. Tehát megszüntetik fent a tetőtérben, padlástérben, megszüntetik a tágulási tartályt, mivel hogy a kazánnak van egy belső tágulási tartálya, ami átveszi ezt a szerepét, és az egész rendszer zártan működik a kazánnak a keringető szivattyújával. Na, várjál, adunk neki egy betápot. Türelem, kömkelterem. Ez nem. Kukucs. Oké. Na most ez nem történt meg, ez a rendszer átalakítás, hanem az új kondenzációs kazánt simán rárakták a nyílt rendszerre, ami így, hát enyhén szólva is rossz hatásfokkal működik. A probléma az, hogy az egész ház hőszigeteletlen. A korábbi tulajdonosok, egy idős házas pár, azok nem a gázzal fűtöttek teljesen, tehát nem lehet tudni igazából a gázóra fogyasztása alapján, hogy mennyi a konkrét fogyasztás. Én energetikai szempontból tudom, hogy ennek körülbelül olyan 3000 köbméter körül kell lennie, mivel tényleg sehol nincsen hőszigetelés a házon. Az egyedüli hőszigetelésnek mondható dolog az, hogy új műanyag ablakok vannak berakva, viszont ezek a műanyag ablakok pár évesek, ezek a régi fatokba lettek berakva, tehát majd ez is lesz egy kitétel vagy egy problémaforrás. A tulajdonos beszerzett viszonylag nagy mennyiségű tűzifát, hogy a vegyes tüzelés egyrésztről legyen egy alternatíva a gáz mellett, másrésztről ő is tudja nagyon jól, hogy nem valószínű, hogy beleférne a rezsihatárba a csak gázzal történő kifűtés az épületnek. Tehát igyekszik arra törekedni, hogy két lábon álljanak legalább. A tulajdonos munkájából fakadóan sokat van távol otthonról. Van egy újszülött gyerek, tehát nem várható el, hogy a kisgyermekes anyuka az folyamatosan pakolgassa vagy egy tüzelési kazánt. Tehát fűtési szempontból nekik az lenne a legjobb, hogyha kvázi egy távirányítással működő vagy folyamatos komfortot adó fűtés lenne beépítve. Na most ez értelemszerűen a gázkazánnal rendkívül rossz hatásfokkal, a jelenlegi gázkazánnal teljesül, de az a 3000 köbméteres fogyasztás az rohadt sok egy 10x10-es épületre. Mivel tudjuk csökkenteni ezt a fogyasztást? Ezen a vályokházon borított gerenda födém van, tehát az azt jelenti, hogy fafödém, alulról deszka, nád, vakolat, fölötte egy réteg deszka és egy agyagtapasztás. Hőszigetelés semmi.
Ennek a födénnek a hővesztesége az körülbelül ilyen 2000-2500 forint körül alakul négyzetméterenként évente. Ha erre rá van téve 20 centi gyapot, tehát le van terítve rá, akkor ez lecsökken a 10%-ára. Tehát nem 10%-kal, 10%-ára. Nagyon sok féle rétegrendet lehet látni. Én azt szoktam mondani, ha van egy sár vagy agyagtapasztás a deszka burkolaton fölött, akkor a hőszigetelés alá rakható párazárófólia, de nem kötelező. Tehát ez egy ilyen esetleges dolog, vagy-vagy. Ugyanis ha ott van ez az agyagréteg vagy sárréteg a deszka burkolaton, az egy párapufferként működik. Az alulról jövő fűtött levegő az szépen át tud menni értelemszerűen a hézagléces deszkázaton, a gerendának a légrésén, fölötte a deszkán, viszont ez az agyagréteg, ez egy párapufferként működik, tehát megfogja a párát, nem a fa szerkezetbe diffundál bele, megfogja ezt a párát, és esetenként vissza is adja. Tehát teljesen mindegy, hogy van párazáró fóliánk, vagy nincsen, ez elősegíti azt, hogy ne legyen probléma a párával. Ha nincsen ez a sárréteg vagy agyagréteg, akkor viszont szinte azt mondom, hogy kötelező a párazáró fólia, ugyanis ilyenkor a meleg levegő akadálytalanul át tudja vinni a hőszigetelésen is a párát, és ez a pára, általában az ilyen épületeken még kerámia cserépfedés van, ez a meleg pára fog kicsapódni a cserépnek a belső oldalán, és szépen szétfagy a cserép a francba. Viszont nagyon fontos, hogy ezt a párazáró réteget, ezt nem a födém tetejére terítjük, a hőszigetelés alá, ha nincsen ez a sárréteg vagy agyagréteg, hanem belülről kell biztosítani. Ugyanis ha ráterítjük a deszkázatra, akkor ez a meleg pára, ez a födémgerendákba fog megrekedni, és nem az a probléma vele, hogy a födémgerendák szétkorhadnak, mert ez a nedvesség nem olyan mértékű, hogy ez problémát okozzon, hanem az lesz a probléma, hogy megnöveli ezeknek a gerendáknak a nedvességtartalmát, és a kártevők ezt rohadtul fogják szeretni, magyarul szépen fölcsáncsogják az egész gerendát előbb-utóbb. Van agyagrétegünk fölül, tehát erre én azt mondtam, hogy legalább kétszer 10 centi üveggyapotot érdemes teríteni, ezt a tekercses gyapotot, ezt a tulajdonos is le tudja teríteni. Fújható hőszigeteléssel árban is, meg időben is, meg minden egyéb tulajdonsága jobban jön neki, mondjuk egy fújt cellulózzal, mert minden tulajdonsága sokkal jobb, mint az üveggyapotnak. Viszont itt van egy olyan probléma, hogy a tetőt rövid időn belül át kell héjalni, tehát a jelenlegi cserépfedéssel kezdeni kell valamit, meg kell erősíteni bizonyos szarufákat is, magyarul össze lesz mászkálva a födém. A hőveszteség szempontjából ezt a födémet, ezt javasolt minél hamarabb, tehát az idei szezon előtt leteríteni üveggyapottal. Ezek a mostani üveggyapotok már utána feltekercselhetők visszafelé, tehát amikor a tetőhöz odajut az ács időben, akkor szépen föl van tekercselve az üveggyapot. Tehát amikor az ács odajut, hogy csinálja ezt a munkát, akkor fel lehet tekercselni visszafelé az üveggyapotot, és utána majd megint le lehet teríteni. Kérdés volt az a tulajdonos részéről, hogy fújt purhab szóba jöhet-e? Nem. Nagyon szigorúan nem. A purhab szigetelés, ha nyílt láng éri, nagyon-nagyon mérgező füstelég. Gyakorlatilag nem marad senki életben az épületben, hogyha kigyullad. Fafödémünk van, fatetőszerkezetünk van, nincsen semmiféle tűzgátlás a födémen, tehát szigorúan tilos, mármint én mondom, hogy szigorúan tilos, a purhabban egyáltalán gondolkodni is. Ha megvan csinálva a födémnek a hőszigetelése, akkor ettől azért egy jelentős mennyiségű megtakarítás várható, tehát 15-20%-ot is akár lehet tőle remélni, mert tényleg teljesen szigeteletlen az épület. A fűtési rendszere az régi vastagcsöves, és a régi vastagcsöves rendszernek köszönhetően ezek alul futnak szépen a fal alján a csövek, körbe-körbe végig az egész házon. Ezek a betonlábazat által okozott hőhidakat közömbösítik. Tehát
nagyon kevés helyen, illetve nagyon ritkán bukkan fel az, hogy a fal alja vizesedik, vagy bármi. Egyébként rámértem, a falak teljesen szárazak, tehát vályokból van, de a falak azok el vannak látva vízszigetelésre. A padló már nem, de az most egy másik tészta. A problémát az okozza, hogy ez a vastagcsöves rendszer ezekkel az acélradiátorokkal nem igazán jó a mostani kondenzációs kazánhoz, tehát nem jó hőleadó, meg rendkívül pazarló is. Viszont ha a fűtési hőleadó rendszer korszerűsítve lenne modern radiátorokkal és modern csövezéssel, akkor megszűnik a falnak a fal alsó részének a felmelegítése a csőrendszer által, tehát 1000%, hogy el fog kezdeni penészedni, illetve a parketta elkezd szétrohadni végig a peremnél. Ez már csak abból is látható egyébként, tehát ezek nem elméleti dolgok. A korábban említett tornác, az belett építve pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt, és ezeknél nem fut a fűtési cső végig ott a fal mellett, hanem utólag lett kialakítva oda egy radiátoros leágazás, de az nem melegíti fel ezt a szakaszt, és gyönyörűen válik le a vakolat, penészednek a fal aljánál, nem vizesedik, hanem hőhíd az egész. Látszik a hőkamerás felvételeken is, illetve látszik a mérőműszerem, a nedvességmérő által is, hogy ez bizony hőhíd okozta. Vizesedés és vakolatleválás. Tehát az épület tartósága szempontjából, meg az épület komfortja szempontjából nagyon fontos ez a jelenlegi vastagcsöves rendszer. Ha szigetelnénk a homlokzatot, természetesen ez megszűnik. De a sorrend az úgy néz ki, hogy nyílászárócsere, mert hogy a jelenlegi fatokba beépített nyílászárók azok rohadtul nem jók így, mert a bent maradó fatok az szépen szét fog rohadni azáltal, hogy egy műanyag ablakkal érintkezik, és nem szelel, és nincs karbantartva, nem lesz festve, meg hát ott van már 40-50 éve. Tehát nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, lábazati hőszigetelés, és utána lehet beszélni arról, hogy a fűtési rendszert azt korszerűsítjük. Mondanom se kell, hogy ezek így szépen sorba sok-sok-sok millió forint, pláne mert hogy a vályogot az csak páráteresztő bakatrendszerrel hőszigeteljük, tehát közegyapottal vagy OpenLPS rendszerrel. Mit tudunk most kezdeni, illetve mit lehet kezdeni? Az egyik opció az volt, hogy tegyük zártá a fűtési rendszert, viszont ebben az esetben a vegyes tüzelésű kazánhoz hozzá kellene rakni egy nagyobb méretű, legalább egy 1000 literes puffer tartályt, illetve az ahhoz kapcsolódó biztonsági szelepeket, szivattyúkat, egyebeket, és akkor le lehet vágni a jelenlegi nyílt rendszernek a tágulási tartályát fönt a padláson, akkor a kazán az jobb hatásfokkal tud üzemelni, jóval jobb hatásfokkal. A vegyes tüzelésű is egyébként, mert nyílgázon lehet vele égetni a tűzifát, ami a pufferba megy hőként, illetve a vegyes tüzelés, illetve a kondenzációs kazán normális hatásfokkal tud üzemelni. Most a normális az úgy értendő, hogy ehhez a vastagcsöves rendszerhez ez sem ideális, de sokkal gazdaságosabban üzemel a jelenlegi nyílt rendszerhez képest. Ez az egyik opciónk. Ebben az esetben úgy számolunk, hogy a vegyes tüzelésű kazán, amikor a férj otthon van, akkor tüzelve van benne, hogy fel legyen melegítve a puffer tartályba lévő víz, és akkor abból fűt a ház, amíg fűt. A maradék időben meg a gázkazán az, ami működne. Úgy gondolom, hogy egy olyan 20% megtakarítás a födémhőszigeteléssel, illetve a fűtés korszerűsítéssel elérhető 20-25%, tehát ott tartunk, hogy ilyen 2500-ra levittük körülbelül a fűtési fogyasztásunkat, mármint 2500 köbméter per évre. És ezt kell ellensúlyozni azzal, hogy mondjuk a fűtési idény egy harmadában nagyjából a vegyes tüzelést kellene használni, hogy rezsihatár alá beessen az egész. De még mindig ott tartunk, hogy akkor a vegyes tüzelést valakinek etetnie kell, tűzifát kell rendelni, stb. Költséges is, tárolni is kell, macerás is, mit lehet tenni. A másik opció az volt, hogy akkor rakjunk be klímát, 3 darab klímát.
tehát van két nagyszobánk, meg akkor az a nappali rész, rakjunk be három darab klímát, egyrésztről árammal, főleg ha esetleg hátarifára ez rá van kötve, akkor sokkal olcsóbban lehet vele fűtési energiát előállítani, mint a gázzal, mármint a rezsihatár fölötti gázzal természetesen. Másrésztről pedig gyakorlatilag gómnyomással működik, tehát a ház asszonya az otthon a kisgyerekkel is bőven tudja üzemeltetni. A három klímához, tehát a klíma költségéhez még hozzájárul az, hogy sajnos jelenleg egyszer 20 amper van csak a házban, még egy ilyen gyönyörű régi lambériás szekrénybe. Tehát erre azért rá kell számolni még egy ilyen 600 000 forintot, hogy egyrésztről legyen igényelve 3x16 amper, másrésztről a hátarifa el legyen indítva szabványosított mérőóra, szekrénnyel, stb. Úgyhogy ez lehet egy olyan opció, amit én most javasoltam nekik. Mindemellett megmaradhat a jelenlegi rossz hatásfokkal üzemelő kazán a nyílt rendszerrel, meg a vegyes tüzeléssel, tehát akkor van három olyan fűtési módunk, amit lehet váltogatni, attól függően, hogy éppen melyik tüzelőanyag nincsen, vagy tüzelő berendezés működik. Természetesen a legjobb lenne az, hogy ott a klíma, ha már be van üzemelve hátarifával, és levágni a francba a vegyes tüzelésű kazánt a rendszerről, és zártá tenni a fűtési rendszert belülről, tehát zártágulási tartályra rakni. A vastag csövekkel sajnos egyelőre nem lehet mit kezdeni, mert amíg a ház hőszigetelése meg nem történik, addig ezekre szükség van a penészedés elkerülése végett. Látható tehát, hogy nagyon sok összetevője van egy ilyen rezsicsökkentéses háznézésnek. Nagyon ritkák az olyan törvényszerűségek, amiket rá lehetne húzni egy következő ingatlanra. Mert itt is, ha eszetlenül neki van állva a fűtési rendszernek, akkor 100%, hogy penészedni fognak a fal aljánál, ami vályogház esetében romlást is okoz, illetve kényelmi, tehát élhetőségi komfortot is jelentősen rontja. Sziasztok legközelebb!